Ó, sziasztok csajok, gyertek velem, megyünk szempillaspirált vásárolni, Gyasztaramó, Sukár Szantusi. Lóli Melinda vagyok, háziasszony és influencer Gyöngyösről. Sokan ismerhetnek a TikTokról, ott csináljuk a főzős videókat, táncos videókat. Sziasztok, babáim! Képzeljétek, itt vagyunk a Sétek séfében, és itt van Nóri! Úgy érzem, valami érőzésnek vagyok megint a részese. Szevasztok! Szép napot mindenkinek! Sertés körömpörköltőt fogok készíteni. Kummadarasi paradicsomos tésztaleves fogok csinálni. Van még egy szép húsom, egy gyönyörű szép tyúkom. Nagyon közös kanizsára. Már 42 ezeren is követnek. Falkóval, a párommal 5 éve vagyunk együtt, és nagyon szeretjük egymást. Puszit kérek. Nagyon sok rajongón van, de Falkó az, aki a legjobban imádja a főztöm. De most sokat dolgoztam konyhán, szakács mellett, de aztán én is elkezdtem ott a konyhán főzni, besegíteni, így igen már annyira. Tehát szakmai tapasztalatod azért van. Van. Sokszor szoktuk nézni a séfek séfét. Ott volt egy séf. Mintha kihányta volna, meg van rágva, ki van hányva. Öcsém! Azért jöttem a versenybe, mert nagyon szeretek főzni, és a követőim is mindig biztogattak, hogy jöjjek ilyen műsorba, mert nagyon szeretik a receptjeimet. Remélem, hogy a séfeknek is ízleni fog. Hajrá, gyerünk, Gyasztara, csináljuk meg! A rajongóimnak is ezt mondom, hogy gyerünk, csináljuk meg, menjünk csajok, amazonok vagyunk, harcosok vagyunk, mindig győzünk. Én ma a séfeknek jutúrós lilahagymás trapacskát fogok csinálni szalonnával. Meg lekváros palacsintával. Ezt az ételt amúgy sokszor elkészítettem már a TikTokon is, a követők is elkészítették. Kaptam a visszajelzéseket, hogy finom, ízlik nekik. A Falkó is imádja, és remélem, hogy a séfeknek is ízleni fog.